Köszöntöm a kedves hallgatókat, a következő percekben Latin Amerikával fogunk foglalkozni. Ritkán nyúlunk ehhez a témához, már pedig igen fontos szerepe van a latin amerikai országoknak is, például a BRICS szövetségében, és a BRICS csúcs találkozón is megjelentek magas rangú vezetői a latin amerikai térségnek, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni a következő percekben. Előtte viszont engedjék meg, hogy megköszönjem a péntek esti rendezvényre érkezőknek, hogy ott voltak, és egy rendkívül jó közönséget, szuperközönséget alkottak. Azt gondolom, hogy ez a teltházas, jó hangulatú beszélgetés, eszmecsere, gondolatcserék a közönség és a szakértő vendégeink között abszolút példaértékű volt számomra is, és ahogy a visszajelzéseket hallottam, a szakértők is nagyon-nagyon pozitív élményként élték meg ezt az egész estét, úgyhogy köszönjük szépen. Sokan érdeklődtek, hogy mikor lesz látható, hallható ez a felvétel, vagy ennek az estének az anyaga. Egy vágott verziója heteken belül kikerülhet már a csatornára. Nagyon pontosat ígérni nem szeretnék, de ahogy kint lesz, fogják látni Facebookon is, majd YouTube-on is, ki fogom külön posztolni, hogy senki ne maradjon le róla. És most akkor következzen a beszélgetésünk Nagy Sándor Gyula, Latin Amerika szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára a vendégünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ahogy említettem is itt a bevezetőben, arról szeretném elsősorban kérdezni, hogy a BRICS csúcson jelenlévő latin-amerikai államoknak mi a szerepe, mi a jelentősége, mi itt Magyarországon keveset beszélünk egyébként ezekről az államokról, ezekről az országokról, lehet, hogy keveset is tudunk róluk, hogyan látja az ő jelentőségüket, befolyásukat? Hát ugye alapvetően 2-3 országot lehet kiemelni Latin-Amerikában, ami a regionális befolyáson túlmutat jelenleg, ugye ebből a legfontosabb a Brazília. Ugye tekintettel, hogy a BRICS országok találkozójának egy, ugye az egyik fő résztvevője az Brazília volt, ugyebár nem tudott elmenni a brazil elnök egész problémák miatt, és mondjuk ezen kívül még meg lehet említeni esetleg Mexikót, ami szintén egy azért egy befolyásos nagyország, és hát harmadik helyen, hát zárójelben esetleg Argentína, a harmadik legnagyobb országot, de azért Argentína inkább saját magával van elfoglalva, mint azzal, hogy nemzetközi politikai ügyekbe belepoljon, ugye többek között a BRICS-be is meghívást kapott végül az új argentin elnök Javier Milei úgy döntött, hogy nem kívánnak belépni. Ezt tudjuk, hogy ennek mi az oka? Hát, hogy nem kívánt egyik Kína által masszívan irányított szervezetnek a tagja lenni, ezt nyíltan kimondta az elnök. Ugye a BRICS csúcson, amelyet Kazanyban rendeztek meg, fő téma volt az, hogy hogyan lehet a dolláron túl is létezni gazdasági szempontból, és azért érdekes Latin Amerikának a helyzete, mert ők ott vannak közel az Egyesült Államokhoz. Ez az Egyesült Államok számára egyébként mit jelent, és mennyire érzékelhető az, hogyha esetleg neki valami nem tetszik itt? Most a dollárra gondolom, tehát a dollárnak a helyzetére, vagy a latin-amerikai gazdasági viszonyra? Mind a kettőre, tehát mind a kettőre egy pár mondatban kitérhetnénk. Gondolom, hogy mind a kettő valamilyen szinten csatlakozik itt a BRICS-hez is. Hát azért azt szeretném elmondani, hogy a BRICS nagyon jó a sajtója, nem egy valódi integrációs szervezet, tehát ez egy olyan találkozó, ahol összeülnek az országok, meg meghívott szemlélő, olyan országok, akik nem tagok, de szeretnének részt venni egy ilyen találkozón, és jól elbeszélgetnek egymással, de ez ugye nem egy gyakorlatilag egy integrációs szervezet, tehát nincsen saját titkársága, nincsen saját befolyása, tehát hogy ez nem egy olyan szervezet mondjuk, mint a tudom is én, az észak-amerikai kontinensen az a szabadkereskedelmi egyezmény, amit ugye Mexikó, Kanada meg az USA kötött még a 90-es években, vagy mondjuk a déli szabadpiac Mercosur, azoknak van közös célja a működő szervezete. A BRICS nem egy ilyen. A BRICS az egy legjobb esetben egy lobby szervezet, ahol leülnek és beszélgetnek a felsővezetők. Tehát semmiképpen nem kell túldimenzionálni a BRICS-nek a szerepét, hogy ki van benne, meg ki nincs benne. Ezt így nulladik lépésként azért el akartam mondani. És az, hogy Latin Amerika és az USA kapcsolata, hát ugye értelemszerűen Mexikó az egyik legfontosabb kereskedelmi partnere az USA-nak, Mexikónak pedig hát ugye USA a legfontosabb.
legfontosabb kereskedelmi partnere. Nagyjából a mexikói kereskedelemnek a 80% az Egyesült Államokkal van gyakorlatilag, és ugye mindez dollárban denominálva, tehát a dollárnak a szerepe ez fontos. Ugye beszéltek, volt arról szó még, hát a másfél évvel ezelőtti hír, hogy az akkori baloldali elnöke Argentínának, illetve az akkor éppen már hivatalban lévő Ignacio Lula de Silva, brazil elnök, arról beszélgettek, meg arról adtak egy közleményt, hogy a két ország bevezetne valami közös valutát, ami ellensúlyozná a dollárnak a szerepét. Ez értelemszerűen azzal, hogy Javier Milei lett az argentin elnök, az meg is szűnt az erről való beszélgetés, ugyanis Javier Milei a dollárt szeretné bevezetni Argentínában, ergo ezt gondolja ő közös fizetőeszköznek is Brazíliával, tehát ebből kifolyólag a dollárnak a szerepe csak úgy magától nem fog elmúlni, és nincsen olyan típusú valuta jelenleg, amivel a dollárt holnap le lehetne cserélni, de még csak 10 éves távlatban se látok ilyen kihívót, ugye az euróra mondták ezt még 20x évvel ezelőtt, az euró lehet kihívója, az euró persze meg is jelent, és van bizonyos szerepe, de nem tudta a dollárt leváltani, csak mellé feljött egy ilyen kvázi második helyre, de így is a dollárnak jelentős szerepe van, és ezt nem fogja se a kínai yuan leváltani rövid időn belül, sem más ország. Még itt annál maradva, hogy ki lép be, ki nem lép be, lehetett olvasni a BBC pont írt erről egy cikket, hogy Venezuela bírálta Brazília azon döntését, hogy megvétózta a felvételét a feltörekvő gazdaságok BRICS csoportjába, és erkölcstelen agressziónak nevezte. Ugye a két vezető között, a brazil és a venezuelai vezető között megromlott a kapcsolat itt az elmúlt időben, majd erről is egy picit beszélhetünk, de mit látna például Venezuela, mit lát ebben a szövetségben, ami miatt ő szeretne belépni, és ha bárki ezt akadályozza, akkor pedig kifejezi nyilván a nem tetszését, de azért ennél indulatosabban fogalmazott. Hát, ugye a venezuelai rendszer gyakorlatilag a júliusi elnökválasztás óta egyértelműen ki lehet mondani, hogy egy szélső baloldali diktatúra. Tehát, hogy Venezuela mit akar, azt pontosan tudjuk, kormányváltás, tehát ez teljesen egyértelműen kiderült a júliusi elnökválasztáson, de ez nem fog gyakorlatilag megvalósulni. Úgyhogy ebből kifejezőleg inkább arról beszéljünk, hogy a venezuelai elnök, meg az elnöknek a baráti köre, aki a kormányban van, ők mit akarnak. Ugye ők azt akarják, hogy kikerüljenek az Egyesült Államok szorításából, és gyakorlatilag egy olyan pozícióba labírozzák magukat, ahol lélegzetvételni levegőhöz jutnak abból a szankció áradatból, amit ugye az Európai Unió, az USA, meg nagyon sok másik latin-amerikai ország Venezuela ellen meghozott a júliusi elnökválasztást. Részben már megelőzően, de egy része utána lépett életbe. Tehát, és ugye az, hogy a korábban elvtársnak minősülő Lula bekeményített Venezuelával szemben, az azért van, mert Lula bár baloldali gondolkodású, baloldali programja van, de demokrata. Tehát demokratikus választáson szavazták meg, betartja a törvényeket, és ezt elvárja másoktól is. Ezt a venezuelai elnök ugye teljesen egyértelműen nem tette meg, ezért Brazília is azt mondja, hogy nem tudja ebben a formában azt a típusú együttműködést tovább folytatni Venezuelával, ami az elmúlt években volt. És hát ebben úgy tűnik, hogy számára belefér az, hogy megvétózta a Venezuela belépését be a megfigyelői státuszba, ami a BRICS mellett működik. És azt gondolom, hogy ez még csak egy enyhe figyelmeztetés Brazília részéről. Ennél sokkal durvább szankciókat is bevezethetnének, ha akarnának, de nem tudom, mire várnak, vagy mire reménykednek, hogy mi fog változni Venezuelában. Picit akkor beszéljünk bővebben a venezuelai helyzetről, ez egyébként is a témák között szerepelt most itt az én terveimben, hogy beszéljünk róla, ugyanis ha jól látom, akkor itt egy választási csalás az, ami borzolja a kedélyeket, és ugye a magyar médiában úgy is jelent meg nemrég pár nappal ezelőtt egy hír, hogy brutális erőszak hullámot szabadított Venezuelára Maduro, úgyhogy ennek a kifejtésére szeretném kérni. Ugye tüntetnek az ellen, hogy a Madurónak az ellen
ellenfele kaphatta a legtöbb voksót, mégsem ő az, aki vezetheti az országot, hanem Maduro erőszakkal tartja meg ezt a hatalmat, ha jól értelmezem, és ezeket a tüntetéseket pedig, amelyek ellene zajlanak, nem csak már rendőri erővel, hanem motoros bandákkal veri szét. Na ebben kérem, hogy segítsen, hogy mi történik most ebben az országban. Igen, hát azért vissza kell menni egy picit az időben, hogy értsük, hogy mi történik Venezuelában, hogy a Hugo Chavez gyakorlatilag a 90-es évek végétől bevezetett egy olyan által a bolivári forradalmi rendszernek nevezett sajátos rendszert, ahol úgy alakította az intézményeket, a bíróságokat, a bírói kinevezéseket, a különböző állami intézményeknek a vezetőit, hogy ez mind hozzá hű szövetséges ember legyen. És ugye mindezt úgy, hogy rengeteg olajbevételből elég jól éltek ők az elmúlt 14-15-ig, inkább így mondom. És utána jött ugye Hugo Chavez halála után ez a Maduro nevezető figura, akkor a lelnök volt, aki gyakorlatilag először még csak hát nem ennyire durva csalással, csak ilyen finom pofozgatásával a rendszernek sikerült választást nyernie. 6 évvel ezelőtti elnök választásnál is azért felmerültek kérdések, hogy minden rendben volt-e, valószínűleg nem, de nem volt olyan durva méretű elcsalása az elnök választásnak, mint ami most júliusban történt. Ugye röviden, most júliusban az történt, hogy a külföldön élő venezuelaiakat nem engedték szavazni, mindenféle adminisztratív dolgokkal, ugye ez 7 millió venezuelait jelent, akiből mondjuk 5 millió szavazhatott volna, és ők nem azért vannak külföldön, mert nagy barátai a rendszernek, hanem azért, mert az éhezés és a nyomor elől elmenekültek. Tehát értelemszerűen nem Maduróra szavaztak volna. Most az ő szavazataikat ők nem tudták leadni ebből kifolyólag. És a országon belül leadott szavazatokat meg gyakorlatilag nem számolták meg. És amikor hasára csapott este a választási bizottság elnöke, aki Madurónak 30 éve a legjobb barátja, az azt mondta, hogy Maduró nyert 52%-kal, nincs semmi látnivaló, mindenki menjen haza. Ugye ezt az ellenzék megtámadta a legfelsőbb bíróságon, ahol szintén a szövetséges, a legfelsőbb bírósági elnök kimondta, hogy minden jogszabály szerint is tökéletesen működött, és Maduro marad az elnök. Gyakorlatilag a venezuelaiakat, mint a békát langyos vízbe beültették egy tálba, szépen addig melegítették, amíg felport körülötte annyira, hogy a béka megsült levesnek. Ez történt. Nem vették észre a venezuelaiak, hogy mi történik, és már elvesztették a saját országukat, és ennél nem nagyon van visszaút innen. Tehát ez a Venezuela rövid története 2 percben alapvetően. Most, ha jól látom, abban reménykednek, hogy az Egyesült Államok olajembargót vezet be, és ezáltal bedönti a rendszert? Hát próbálkoztak ezzel már korábban is. Tehát ugye Trump is gyakorlatilag olajembargót vezetett be, tehát mindenféle szankciókat személy szerint a venezuelai rezsim egyes tagjával szemben, meg a venezuelai olajjal kapcsolatban is. Ugye ezt a mostani demokrata elnök részben enyhítette. A kérdés, hogy ez az enyhítést ezt visszafordítja még most mondjuk a választások előtt, vagy majd ezt az új elnökre, legyen az bárki is, rá fogja hagyni, hogy azt csináljon, amit akar. Nagyon jól látszik, hogy 2015-6 óta bevezetett szankciók, amik között a Trump idejében bevezetett szankciók nagyon kemények voltak, nem hozták el a rendszer bedőlését, ahogy a Kuba elleni amerikai szankciók sem hozták el Kuba bedőlését 1959 óta, úgyhogy én nem jól hiszek a szankciókban, persze fontos, ahogy az ember kimutassa, hogy nem ért egyet azzal, amit egy másik térségbeli vagy szomszédos ország csinál, de önmagában ez nem fogja megoldani a problémát, és nem fog összeomlasztani egy rendszer. Várható akkor ön szerint, hogy akár polgárháború tör ki, vagy már annak az elején tartanak, ahogy itt említettem is, hogy a tüntetések szétverésével, tehát meddig mehet ez? Nem lesz polgárháború, mert a fegyverek azok mind a Maduróhoz hű emberek kezében, a katonaság, rendőrség is ezekben a részben motoros, részben nem motoros ilyen szabad csapatokban a kezében vannak, tehát hogy itt nincsen annyi az ellenzék kezében, hogy ők bármit tudnának csinálni. Egy dolgot fognak tenni, és ez már látszódik július óta, megint összecsomagol néhány millió venezuelai, és azok is elhagyják az országot, és el lehet gondolni, hogy hova indulnak el, valószínűleg az Egyesült Államok felé, meg a szomszédos országok már tele vannak venezuelaiakkal.
már akik ugye nem kerülnek börtönbe, már hogy láttam azért elég sokakat börtönbe is Igen, zártak. de ez csak pár tízezer emberről, idézőjelben csak pár tízezer emberről beszélünk, akik kvázi eltűntek vagy börtönbe kerültek, de ugye jelenleg 7 milliós venezuelai diaszpora, korábban 32-3 milliós ország, jelenleg 25 millió alatt van, és ez még fog lejjebb csökkenni. Tehát ehhez képest összehasonlításként azok az emberek mennyiségben, akik elhagyják az országok, az tehát hogy ahhoz képest eltörpül az, akit az ellenzékiek közül börtönbe zártak. Tehát ugye a venezuelák is, tehát a venezuela rezsim is abban érdekelt, hogy aki elégedetlen, az menjen el. És aki ott marad, az meg csöndben tűr. Beszéljünk kérem egy kicsit Argentináról is, ugye Javier Milei országában sem rózsás a helyzet, gazdasági problémákkal küzdöttek ők is. Ő aztán belépett a politikába, mondhatni így a semmiből, de kérem, hogy segítsen. Nekünk úgy tűnik, hogy a semmiből, lehet, hogy ez mégsem így volt, és olyan ígéreteket tett, amelyek reménykeltőek voltak azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági problémák megoldódhatnak. Most mi történik ott az elmúlt hónapokban, mert ide Magyarországra elég kevés hír jut el onnan. Igen, hát tavaly decemberben lépett a hivatalba, tehát nincs még egy év, hogy ő elnök lenne. Ugye nagyon, tehát gyakorlatilag egy üres államkasszát, egy eladósodott országot, aránylag magas, tehát itt ilyen 50 és 100% közötti infláció volt az, amit megörökölt az előző elnöktől. Ugye azért nem lehet pontosan tudni, mert az argentin nemzeti bank sokszor, hát fogalmazunk úgy, hogy nem pontos számokat közölt az inflációról, tehát más volt az embereknek az érzete a tényleges inflációról, mint az argentin nemzeti bank közlése, ezért csak tippelni lehet, hogy mennyi az infláció, nagy, minden esetben nagy volt az infláció, és ugye ezek után üres államkasszával átadta a kulcsot neki a rózsaszínházhoz, ugye ott az elnöki palotát rózsaszínháznak hívják, az előző elnök Javier Mileinek, aki megérkezett, és ahogy ígérte korábban tehát a választási kampányban, gyakorlatilag lánctűrészen nekiállt szétdarabolni, meg feldarabolni azokat az állami mamut intézményeket, ahol feleslegesen nagyon sokan vettek fel állami fizetéseket, nagyon sok ember kirúgdalt, minisztériumokat megszüntetett, különböző szabályozásokat, amik teljesen feleslegesek, és csak a piaci versenyt torzították, azokat megszüntetett. És ugye már a választási kampány előtt ő azt mondta, hogy ahogy az emberek jobban éljenek, ahhoz legalább 4 év kell, de inkább 8, mert az elmúlt 20 évben sajnos rossz irányba mentek a dolgok, amit nem lehet gyorsan megváltoztatni. Tehát, hogy ő nem árult zsákba macskát. Szóval lehet, hogy az emberek nem értették azt, hogy mit jelent az, amit ő elmond, hogy megszüntet minisztériumokat, gyakorlatilag megszüntet olyan ár támogatásokat, hogy már nem lehet fillérekért tömegközlekedni, nem lehet nagyon olcsón benzinhez jutni, stb. Stb. Ezeket mind megszüntette. Amúgy azt jelentette, talán sokan emlékeznek nálunk is 90-es évek bokros csomagjára, hogy egy kvázi sok terápia volt az ország gazdasága, mert most is van, és ez nagyon sok embernek a megélhetését veszélyezteti, és ezért a szegénység aránya is gyakorlatilag megnőtt az elmúlt egy évben, gyakorlatilag rekord magasra, de ez nem jelenti azt, hogy ez a Mileinek a hibája lenne, ez az elmúlt 20 év elhibázott gazdaságpolitikájának a hibája, amiből most megpróbálja az országot visszarángatni, ennek pedig egy komoly társadalmi ára van, amit meg kell fizetni az argentinoknak, az elmúlt 20 évben hitelből felvetelték a jövőjüket. Ezt pedig nem lehetett tovább csinálni, mert senki nem hitelezte már az argentinokat tovább. Milyen politikát folytat, és ez most azért kérdezem, és anélkül, hogy belerángatnánk ebbe a magyar belpolitikát, mert itt a napokban elhangzott egy olyan mondat, hogy az argentin elnök is hasonló értékeket képvisel, mint a magyar kormány, és emiatt kérdezném egy picit arról, hogy pontosan mit lehet látni Mileinek a politikájával kapcsolatban, tehát hogyan lehetne röviden összefoglalni, hogy egyébként mit képvisel ő? Hát gazdaságpolitikai szempontból a teljes szabad piacot képviseli. Tehát azt a típusú libertariánus megközelítést, amit az Egyesült Államokban is gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben alkalmaznak, sőt már ugye korábban is, hogy mindenki hagyja békén a gazdaságot, annak megvannak a saját
piaci logikája, és annál jobbat nem tud egyetlen egy állam se kitalálni, és ne avatkozzon bele az állam a piac működésébe, hanem csak adja meg a kereteket. Tehát ugye a gazdaságpolitikából nagyjából ez. Társadalompolitikából persze az már más a helyzet, ott Milleynek ugye voltak kampányban elhangzott megjegyzései, ígéretei, korábbi interjúi, amik ugye egy politikusnak a vita hevében, vagy a bármilyen körülmények között elhangzott, amit ugye nem feltétlenül kell úgy venni, hogy pontosan úgy gondolja, meg azt is akarja bevezetni az adott országban. A Javier Milei egy furcsa személyiség. Most az, hogy a magyar kormánnyal nekik van-e közös programpontjaik, azt a magyar kormánytól kell megkérdezni, hogy erről mit gondolnak. A gazdaságpolitikai szempontból egy nagyon Egyesült Államokat utánzó kereteket akar a Milei az országban összehozni. Külpolitikaként tettében ugye az előbb, tehát a 20 perccel ezelőtt beszélgetésünk elején is elmondtam, hogy a nem ápol szoros barátságot, inkább az Egyesült Államok irányába szeretne orientálódni, és ezt nyíltan vállalta a demokrata Amerika adminisztráció mellett is, és nem csak egy republikánus adminisztrációval hajlandó együttműködni. Egy ilyen szempontból azért pragmatikus külpolitikát fog folytatni, de semmiképpen sem aktív külpolitikát, mert ugye annyi baja van országon belül, hogy nincs nagy ideje azzal, hogy más országoknak a belügyeivel foglalkozzon. Az biztos, hogy nem barátja sem Madurónak, se más baloldali elnöknek, de mondjuk Brazíliával, ahogy a baloldali elnök van, szintén pragmatikus módon tud együtt dolgozni, és nem lépett ki mondjuk a Mercosurból, amiben már 30 éve együtt dolgoznak, hanem megnézte, hogy mi az előnye a Mercosurnak, van Argentina számára előnye, akkor mindegy ki Brazília elnöke. Végezetül akkor még maradt egy percünk, Kubával kapcsolatban hadd kérdezzem, ugyanis rendkívüli állapotot vezettek be, miután két nap leforgása alatt többször ment el az áram, és ugye nem lehetett olyan létfontosságú dolgokat használni, amihez áram kell, akár a hűtők, és akkor itt kiemelik bizonyos cikkekben, hogy nagyon sok élelmiszert kellett kidobni, amellett, hogy egyébként élelmiszerhiánnyal küzd az ország. Mi történik Kubában? Mert azt írják, és nem tudom, hogy mennyire túlzás ez, vagy nem, hogyan látja, hogy humanitárius veszély is fenyegeti ezt az országot. Hát ez már évek óta sajnos ez a helyzet Kubában, hogy gyakorlatilag folyamatos élelmiszer hiány van. Ugye nagyjából a COVID időszaka volt az, amikor elapadt a pénz, amit ugye Kuba a turizmusból valahogy úgy el tudta tartani a lakosságát ilyen szerény körülmények között, és ugye gyakorlatilag a COVID mióta kicsit kijöttünk ebből a COVID őrületből, és már elvileg ugyanígy lehetne utazni mindenfelé, az emberek nem nagyon térnek vissza a Kuba irányába. Tehát, hogy nem tért vissza az a régi turizmus, ami volt Kubában, ezért sokkal kevesebb pénz áramlik az országban, de kívülök sokkal kevesebbet tudnak a lakosságnak az életszínvonalára költeni, és ez jól látszik, hogy gyakorlatilag a fejadagok az ilyen, nem is tudom, két zsömle egy napi fejadag körülbelül egy felnőtt ember számára, ebből én nem tudom ki az, aki jól tud lakni. Minimálisak a bevételi lehetőségeik, ugye gyakorlatilag a fekete piaci árfolyamot nézve 7-8 dollár körül van a havi nyugdíj, 20 dollár körül a havi átlag fizetés. Persze a hivatalos árfolyamon ez jóval nagyobb, de hát a fekete piacon, ha az ember élelmiszerhez akar jutni, akkor nem a hivatalos árfolyami átváltást nézik, hanem a fekete piaci. Úgyhogy igen, komoly éhezés van Kubában, ezt el lehet mondani, amit persze bizonyára ők tagadnak, de ha valaki elmegy Kubába és kimozdul a ötcsillagos hoteljéből, akkor pontosan látja, hogy milyen körülmények között élnek a kubaiak. Úgyhogy ez nagyon sajnálatos, és nagyjából azt lehet tudni, hogy az elmúlt 3 évben a 11 milliós lakosú Kubából körülbelül 2,5 millió ember hagyta el az országot valamilyen formában. Nagyon szépen köszönöm, Nagy Sándor Gyula volt a vendégünk, Latin Amerika szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.